Orbán Viktor és Puskás öcsi egy csapatban. Ilyen festményt kapott a miniszterelnök Tálai Andrástól, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárától. Tálai maga számolt be az ajándékozásról Facebook oldalán, de a képet azóta levette. Az együtt úgy látja, személyi kultusz épül az országban. Az aranycsapat a miniszterelnök és egy államtitkár. Orbán Viktor még ebbe a csapatba is befért, legalábbis azon a festményen, amelyet Tálai András a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára ajándékozott a kormányfőnek. A képen Orbán Viktor és Puskás öcsi látható. Az ismeretlen művész Orbán Viktort is nemzeti mezben ábrázolta. A legendás labdarúgó piros mezt visel a képen, Orbán Viktor fehéret. A nemzeti színek a mez passzéján jelennek meg. A képet Tálai András saját Facebook oldalán tette közzé, de tegnap levette onnan. Arra szeretném kérni önöket, hogy természetesen támogassák a Fidesz listáját, de nagyon fontos lenne, hogy Tálai Andrást munkatársként és képviselőtársként a következő 4 évre is megkaphassuk. A választási kampányban is járt Mezőkövesden a miniszterelnök. Tálai András legutóbb februárban látta vendégül Orbán Viktort a Mezőkövesdi futballklubnál. A Fidesz ugyanis épp a Borsodi városban tartotta frakcióülését. Ekkor adta át a képet a kormányfőnek. Volt is mit nézni Mezőkövesden. A kormány ugyanis 2x400, azaz összesen 800 millió forinttal támogatta a 17 ezer fős település 5000 fős stadionjának felújítását, amelyben a város másodosztályú csapata szerepel hazai közönség előtt. Mezőkövesdet 12 éven át vezette polgármesterként Tálai András. Az együtt szerint a személyi kultusz jele, hogy kormánytagok saját magukról kapnak festményt. Maguk a fideszes képviselők is azt gondolják, hogy itt egyfajta személyi kultusz épül, aminek az első számú vezetője Orbán Viktor, a második számú vezetője láthatóan Lázár János. Az együtt Orbán arcképpel vezetné be az új magyar fizetőeszközt. Erősen tudjuk javasolni Matolcsi úrnak, hogy például egy ilyen új fizetőeszköz be lehetne vezetni. Orbán Viktor biztos nagyon örülne neki. Tálai András nevében a Nemzetgazdasági Minisztérium válaszolt a kérdéseinkre, azt írták, a képet egy amatőr helyi művész készítette és ajánlotta fel Orbán Viktornak ajándékként. Kerestük a miniszterelnök sajtóstábjának vezetőjét is, szerettük volna megtudni, hogy mi lett az ajándék sorsa. Havasi Bertalan először egy levélben csak annyit válaszolt, ezt kérdezzük meg Tálai Andrástól. Ismételt kérdésünkre elárulta, a miniszterelnök munkája során nagyon sok ajándékot kap, a festményt is betették ezek közé az ajándékok közé, de hogy pontosan hova, azt nem árulta el. Kéri Barnabás, RTL Híradó, Budapest.